föltisztelendő paptestvérek, diákonusok, Krisztusban szeretett testvéreim! Boldognak hirdet engem minden nemzedék, énekelte Szűz Mária Erzsébetnél, és az a jövendőlés, ami itt létünkkel is egyre teljesebbé válik, hiszen azért jöttünk ide, hogy Szűz Mária dicséretét zengjük, közben, mint édes anyánkhoz odaforduljunk saját kéréseinkkel és kívánságainkkal. A minden nemzedék már 2000 év óta valamilyen formában kifejezte Szűz Mária iránti tiszteletét, hogy egy középkor egyházatja Kótusz azt mondta, de Mariam nu vam satis, szűz Máriából sohasem elég. Vagyis a dicséretét azt mindig zengenünk kell. Mint ahogy említettem a kedves testvéreknek, ma Pádai Szent Antal napja van, amit mindannyian tudunk, akik itt vagyunk. A Szent, így mondják az olaszok, nem is mondják ki a nevét, hogy Szent Antal, hanem a Il Santo, akkor egyértelműen magára Pádai Szent Antalra gondolnak. Óriási a tisztelete itt Európában, és mi is tiszteljük, bár én úgy gondolom, hogy a legtöbb embernek Szent Antalról sokszor ilyen babonásság jut eszébe, vagy valamiféle olyan fogadalmak, amikor hát azt mondja, adok a Szent Antalnak, hogyha ez is ez teljesül. Lehet ezt tenni, hogy Szent Antalt kérjük. Megmondom őszintén, hogy én magam is, mikor elveszítek valamit, szoktam kérni Szent Antalt, hiszen benne van a litániájában, hogy az elveszett dolgok megtalálója, és eddig nem is eredménytelenül kértem, mert mindig megtaláltam, és hát Legalább megköszöntem neki, hogy ebben segített. De most a mai ünnepre fordítva a gondolatot Szent Antaltól, hiszen ő az egyik komoly ferences hitudós volt. Ezt kevesen tudják róla. Nagyon nagy ékes szólással és hithirdető képességgel rendelkezett. Ágostonos Kanonok volt, és amikor meghallotta, hogy hozzák haza Afrikából, a töröktől megszállt területről a keresztény vértanúkat, akkor elhatározta, hogy belép a Ferences rendbe, Szent Ferencet gyerekkorában megismerhette, és ő is elmegy, és hirdetni fogja az evangéliumot. És nagyon eredményesen tudott prédikálni. Úgy is ábrázolják őt, hogy kezében van a szentírás, mert biblikus alapon prédikált, és ott van a gyermek Jézus. És ezek a prédikációk Szűzmáriárjáról is szólnak. Érdemes egy-két gondolatot a mostani ünnepünk alkalmával tőle kölcsönözni, hogy tovább gondoljuk, és Mária dicséretét zengjük lehetne azt mondani, hogy két olyan gondolatot emelek ki, ami úgy bekeretezi Szűz Máriának az életét. Meg kezdődik a mi általunk üdvösség szempontból fontos esemény, hogy ő lett Jézus édesanyja, a megtestesülés benne kezdődött, elvállalta igennyével az angyal által továbbadott isteni kérést, és igent mondott. És amikor János evangéliumát olvassuk, ott az van benne, hogy az ige testélőn, de az eredetiben úgy van, hogy és köztünk verte föl sátorát. Ugyanis a zokori ember azt mondta, hogy hát az ember élete olyan, mint egy fölvert sátor. Az valamiféle védelmet is nyújt a testünk, de hát a rettentő nagyot nem, mert igen törékenyek vagyunk mi emberek, ezt legjobban azok tudják, akik mindenféle betegséget már megtapasztalnak az idők előre haladtával. Tehát csak egy ilyen életünk van, mintha egy sátort vernénk föl. Maga Szent Pál is használja ezt a hasonlatot, hogy majd a földi sátrunk összeomlik, bár ő sátorkészítő volt, de nem erre gondolt, hanem amikor a teste meghal, akkor Isten színelé lát érünk. Na most ennél a szentírási résznél, hogy pontosan idézzem Szent Antalt, azt mondja, hogy Szűz Mária nem emberkész által készített sátor. Szentlélek állította föl és szentelte föl. Ő lett a megtestesülésnek a helye. Tehát veszi a gondolatot a szentírásból, és tovább viszi, hogy igen, Szűz Mária, ő lett Jézus édesanyja, emberi természetét tőle örökölte, de ez egy kiválasztás volt. A megtestesülésnek a helyévé vált. Nem mindegy az, hogy kinek az édesanyja valaki. Egy királynak, egy nagy embernek, egy híres embernek az anyját is nagy tisztelettel szokták emlegetni hogy hát ez az ő fia. Szűz Máriának lett volna épp elég ok arra, hogy büszke legyen, hogy a világ megváltójának, Jézus Krisztusnak ő lett az anyja. Egyébként a tiszteletünknek ez a legnagyobb oka, és ez már önmagában mindent megmagyaráz, hogy miért tiszteljük kiváló módon, de ehelyett ő egy alázatos szolgáló lány volt, ahogy mondta. Tehát maga a Jézus is azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. És itt a Szent Antali gondolatot tovább lehet vinni a mai világba, mert a mostani ember a technikai eszközeivel borzasztó nagy öntudatra tett szert. Úgy gondolja azt, hogy mindet meg tud valósítani. Ma már a különböző technikai eszközök szinte mását készítik az embernek, így szokták mondani, hogy három d be elkészítik, mesterséges és intelligencia. Ki tudja, hogy mit fog még hozni, és való igaz, hogy ámulunk, vagy már ámulni se tudunk azokon a technikai eredményeken, amiket az ember az eszével kitalált, de hát hogyha volna benne kellő önismeret, akkor nem csak egy büszkeség töltene el, hogy én ezt meg tudtam tenni, hanem megszívlelni az Szent Pál apostoli gondolatot, hogy mid van, amit nem kaptál. Ha pedig kaptad, mindig csekszel vele, mert azért sokszor a tudomány is hiába nagy, mindig megaláz bennünket az a világ, amiben vagyunk. Hát gondoljunk itt a Covid-tól kezdve sok mindenre, hogy azért azt se tud mindent megoldani a tudomány sem, és egyáltalán az emberi létezésünknek, hogy mi boldogan és jól élhessünk itten, 7-8 milliárdan a Földön, ez se tudja a, a, tudomány megoldani, hogy alázatosságra és szerénységre továbbra is szükség van, mert az alázatosokat mondja az Úr Jézus, hogy fölemeli, és a szűzanya is azt mondja, hogy fölemeli az alázatosakat, és hogy végig kísérnénk az életét, akkor a kiteljesedést, Szűz Máriának a végső célba érését, amit elszenderülésnek is mondtunk, meg, meg átmenetnek a másik világba, de mi hitünk azt mondja, hogy megdicsőítette őt az Isten. A szent javatás teljes fokára eljutott a halál pillanatába, sőt egy költői kifejezéssel azt mondjuk, hogy a mennybe fölvett szűzmáriát megkoronázta az Úr Jézus. Na most Szent Antal, amikor erről gondolkodik, és az Ószövetségnek a könyveit magyarázza, ugyanis az Ószövetség nagy asszonyai, azok mindig előre mutatnak Szűz Legyen az Judit, Eszter Sára, azok nem véletlenül szerepelnek az Ószövetségi Szentírásban, mert egy-egy tulajdonságukkal, mint egy előkészítették annak az asszonynak a nagyságát, akit mi Jézus Krisztus édesanyjaként ismerünk. És mindezekben az Ószövetség nagy asszonyaiban van valami, ami már előre hozta Szűz Máriának az életét, közbenjárását és üdvösség történeti szerepét. Most itt van az Eszter könyve, a Ószövetségnek egy nagy alakjáról szól, Eszter királynőről, aki hát megmentette a népét, halára volt a kítélve, de Eszter királyné megmenti a népet. És amikor ezt a könyvet olvassa Szent Antal, Pádoai Szent Antal, akkor rögtön átcsap a gondolata az Ószövetségből az Új Szövetségbe, hiszen ezt mondták az egyházatják, hogy az Ószövetségben rejtőzik az Új, és az Új pedig kinyilvánul, ami abba el van rejtve. Ezért kell olvasni, mert sokszor úgy vagyunk az Ószövetsége, ó, olyan nehéz, Annyi minden van benne, gyilkosságok, ez is, az is. De azért kell olvasnunk, mert annak a vezérfonala végül is az új szövetségben megmutatkozik annak az értelme. Na is azt mondja, ezt a mi dicsőséges Eszterünket, mármint a Szűzanyát, átmegy a gondolata Szűzmáriára, az angyalok keze vezette Asszur királyházába, vagy a mennyei királyházába, a mennyei nászobába, nász benne uralkodik Krisztus a királyok kirája, az angyalok üdve, csillagokkal kosorúzott trónon. És hát viszi tovább a gondolatot, hogy ez a dicsőséges Eszter, ez közben jár értünk a mennyben, szabadítónká válik. Mert a szüzanyának a földi élete is megmutatkozott Szentfiánál való közbenjárásban megmutatkozik odát is, hiszen a szenteknek az élete ott kiteljesedik, amit itt a földön tettek. Ezért is jogos és lehetséges, hogy mi a szüzanya pártfogását kérjük ügyes-bajos dolgunkban, hogy legyen támogatásunkra, és mint egy koron Eszter királynő megszabadította a népét, hát ugyanúgy az ő fia Jézus Krisztus megszabadított bennünket a bűn a halálnak a fogságából, és megmutatja azt az utat, amelyen nekünk haladni kell. Minden 13-án fatimai jelenésre gondolunk, amelynek most már 107 éve van, hogy a Fatimai Len is elközdődött, és jövőre lesz száz éve, hogy egyik ilyen utolsó jelenés alkalmával a szűzanya kérte azt, hogy az első szombati imádságok legyenek engesztelő imádságok, mert az emberiség nagy bajban van. Döbbenet, de nagyon hasonló, a világ helyzete, mint 1917-ben volt, hiszen, mint tudjuk, még az első világháború kellős közepén volt a világ a maga szörnyűségével, és aztán hát jött a trianon, és miután az nem igazi békét hozott, hanem egy ilyen békediktátumot, fegyverszünetet, szinte magában hordozta a második világháború kitörésének esélyét és szükségszerűségét. Igen, és akkor is figyelmeztetett a, figyelmeztetett a szűzanya, hát ma is, hiszen háború van a világban. Itt a szomszédunkban, Szentföldön, és az a baj, hogy nem megszűnőben van, hanem aki csak Naponta egyszer kapcsolja be a híreket, már is hallja, hogy az a veszélye, hogy ezt a háborút ki akarják terjeszteni, és nem tanulnak az emberek. Itt is lehet látni, hogy hiába okosak, mert ezek diplomás emberek, akik a háborút forszírozzák, hogy fegyverkezni kell, meg hadsereget kell fölállítani, ezek mind diplomás emberek, de lehet látni, hogy az értelem kevés. Kell hozzá egy erkölcsiség, egy olyan belső lelkiismereti érzék, ami az Isten törvénye felé viszi az embert, de hiányzik belőlük. Mert van vörös ateizmus, amit magunk mögött hagytunk, még van fehér ateizmus, ami benne van a liberalizmusba, a materializmusba, és ott nem számít más, csak az anyagi érdekek. Mindahogy tudjuk is, hogy a háttérben ez áll anyagi érdekek, területfoglalás, egyik hatalomnak a másik által való legyőzése, és közben százezrek, fél, hogy milliók halnak meg, nagy veszélyben vagyunk. Ezért is kérnünk kell a szüzanyát és megfogadni az ő intő szavát. Ő akkor szólt a bűnbánatról, Szent Jónásról, áldozásról, rózsafüzéről, engesztelésről, imádságról, aminek nagyon nagy most is az időszerűsége. Mert szeretnénk, ha béke lenne a világban, szeretnénk, a béke volna a családunkba, a környezetünkbe, és az egyházunk is egységben lenne, és úgy tudna növekedni, mint ahogy a szűzanya megígérte a fatimai gyerekeknek. Milyen jó, hogy erre fölhívta a figyelmet, hogy amikor olyan nagy veszélyben vagyunk, akkor hozzáforduljunk, kérjük az ő közbeljárását Szent Fiánál. Tegyük a mai alkalommal is, mert nagy veszélyben van a világ. Mi, akik itt vagyunk, imáinkkal, ősi és újabb imáinkal kérjük a szűzanyát, oltalma alá futva, most segíts meg Máriát kérve, imádkozását érettünk most is halálunk óráján, és az összes többi imával forduljunk hozzá, Fatima, Fatima intelmét megszívlelve kéri a Szent Fiát, hogy békében és nyugalomban, és hídben, reményben és szeretetben élhessünk. Amen.